Jó reggelt mindenkinek, szevasztok! Na, boldog új évet! Az összes kedves nézőnek. Jani, mi ez a chatkeret? Te figyelj ide, a múltkor rámentél erre, a múltkor rózsaszínnel volt kiírva a Predator logunk is. Én megmondom őszintén neked, hogy én nem láttam, hogy a tavalyi évet hogy zártad PUBG-be, de én komolyan mondom, meg fogom nézni. De, szóval én értem azt, hogy gyakorlatilag a PUBG a saját erődöd. Én ezt értem. És soha nem kértem tőled ilyet. De mielőtt full rózsaszínba kúrod a streamet, mit tudom, olyan kérdezed meg? Nem rózsaszín amúgy, mert ez egy ilyen pirosos rózsaszín, de... Ja, ez sokat javít a helyzeten, Jani. Ez az újévi fogadalom. Az explicit bővítménynek miközben van a... Ezt most nem értem, hogy mi kapcsolódik egymáshoz. Hát ugye a chat az, tudod, az... De nem ugyanaz. Hát, ezek szerint mégis, Jani. Hogy lehet? Fizikailag nem lehet, de komolyan. Hát, figyelj. Ez nem csak fizikailag, ez gyakorlatilag kiber technológiailag is lehetséges, ahogy látod. Az első újévi kommentünk Janihoz. Jani, mikrofon. Na, köszi. Köszönjük szépen. Nem tudom, hogy hogy lehet ez. Nagyon kedves vagy. Üdvözlünk mindenkit, srácok, boldog új évet mindenkinek. Szóval rózsaszín a chat és cyber rózsaszín a chat. Furcsa egyébként, tehát basz. Ilyen szinten ráhatással nem vagyok a dolgokra. Ez most engem is meglepett, hogy őszintén. Nem lepett meg. Engem a múltkor meglepett a rózsaszín Predator logó, téged nem? Hát mert tudtam, hogy az. De azt nem értem, hogy ez a chat hogy függ össze a másik. Na mindegy, majd rájövök. Nem kell rájönni, Jani. Figyelj, nem kell rózsaszín chat. Kapcsolod szerintem. Ki. Tehát nekem ez a vélemény. Nem kapcsolom ki, hadd legyen. Hadd de legyen. Látszik, ez az évnyitó szégyenfal. Érted? Érdekes. Ez egy szégyenfal gyakorlatilag. Mindenki, aki beír a chatbe, az pirosos rózsaszín most. Végül is. Lehet, hogy ilyen hangulatban vannak az emberek az éve első. Pirosos rózsaszínben? Te abba vagy? Hát, úgy vidám szín. Hát, végül is így lehet nevezni egyébként, ahogy érzitek. Igen, cyberpunk, köszönöm szépen. Tényleg, annyira cyberpunk, és komolyan. Annyira. Tökre. Kérdez volna bele egy kis fémes, vagy valami, nem tudom, de semmi köze nincsen az új dizájnhoz. Én a kávéval nem, szeretem, amit csinál egyébként. Úgy néz ki, mintha belevéreztem volna a reggeli kávémba, vagy január 3-án, de amúgy nagyon király. Na, üdvözlöm mindenkit, srácok, remélem mindenkinek remekül telt az új éve, stb. Próbáltam Twitteren követni, hogy mit garázdálkodtok, a felét nem értettem, de függetlenül remélem, hogy mindenki felelősségteljesen töltötte a szilvesztert, és stb. Én is remélem, srácok. Nem küldtetek nekem a Hősök teréről képet, miközben PUBG-zok, de nem baj. Ja, srácok, sok mindent nem csináltak meg, amit kértünk tőlünk amúgy év igen. Végén, de legalább itt vannak most. Végül ez is valami, ha belegondolsz. Igen. Kolompár Vinetú, ti Jézus Isten, köszi szépen a 2 hónapot, apolt neked a 15-öt, Mr. Gabber, köszi szépen a 2 évet. Mi is köszönjük szépen az összes 2 évet, Mr. Gabber, nagyon köszönjük szépen. Gondolj, ugyanaz a forrás szolgálják egy chatablokot, nem a streamer programtól függ. Odrián, köszi szépen a 7 hónapot, Flathead Screwdriver, köszönjük szépen az 1 év feliratkozást. Piros a Zsuzin, szép reggelt neked is, Gordon, még egyszer, Mr. Shutdown, neked is köszi szépen az 1 évet. Januárban iratkoztatok fel sokan. Nem is emlékeztem rá. Érdekes, bár lehet, hogy valaki az utóhatásaként a decemberi streameknek tette ezt meg. Ez egy jó kis analógia. Johnny, köszi szépen a 22 hónapot, Dead Felix, köszi a 9-et, és The Stradus, neked is köszi szépen a 9-et. Srácok, próbáljunk meg a boldog új évtől egy kicsit eltérni. Jani, mesélj, hogy telt az év vége? Hát, hogy őszinte legyek, hogy is mondjam, gyors, mint a karácsony is nagyon gyorsan telt az év vége, de jó volt egy kicsit pihenni. Hát főleg a nagy részt a családdal, meg otthon voltam, meg a kutyussal. Azt ugye sokan tudjátok. Hát gyakorlatilag az időnek a nagy részét inkább ő vitte el, mint a család amúgy. De ja, jól éreztem magam, király volt. A szilveszter az pedig, ahogy már mondtuk is nektek, legalábbis az én részemről ilyen otthon ülős, pihenős, várjuk az éjfélt és nézzük a tűzijátékokat a környéken volt. Sok tűzijáték volt a környéken? Rohan sok. Nagyon. Onnan tőlem rengeteget lehet tudod látni. Igen. Rohadt nagy a kilátás, és így végig lőtték fel, rengeteg tűzjáték volt. Baszki, én is én egy barátomnak töltöttem a szilvesztert, de nem volt túl hangos. Tehát gyakorlatilag mi nem otthon ültünk és vártuk az éjfélt, hanem máshol ültünk néhány emberrel és vártuk az éjfélt. De rengeteg tűzjáték volt. Nagyjából én azt mondom, hogy ugye így, mit tudom én, ilyen 8-9 fele mentünk át.
Szerintem ilyen este 7-től kezdték el, és gyakorlatilag valahol mindig volt, így még éjfél után is. Legalábbis ott a környékünkön. És szerintem olyan hajnali 1-2-ig, 1-2-ig biztos, hogy ment. Ja, nagyon durva volt. Mondom, szerintem egy ilyen 4-5 óra hosszán keresztül kenték a cuccot. Ja. Mindenfélét, ott volt, hallod, a fellövős, a... Mindenfajta minden volt. Minden lófasz, meg nem tudom. Petárdákat nem nagyon hallottam. Hát, az volt pedig. Volt? Jó sok ott volt. A környékünkön annyira nem. Hát figyelj, az nagyon hozzáférhető, érted? Meg sokan félnek tőle, tudod, hogy fellő, azt ja, pedig a petárdától alapvetően egy jobban kell férni, mint egy ilyen sima fütyülős dologtól. Igen, de akkor ezek szerint annyira működött valamilyen szinten ez a dolog, hogy ugye már illegális. Tehát kevesebb petárda volt. Igen, de szerintem minden évben van, tudod. Hát biztos van, persze. Hoznak azt kész. Na azért volt egy-két pillanat, amikor beszartam én is, mert valaki úgy gondolta, hogy pont a házunk alatt lő fel egyet, és tehát mivel hogy elég magasan lakom, az ablakba robbant. Az jó, annyira nem közel, volt jó. Aha. Hát annyira nem volt jó. Hát gondolom, hogy ijesztő tudod. Kicsit ijesztő volt, gondolkoztam rajta, hogy most így szívesztek, akkor ordibáljuk ki az ablakon, hogy a manyádat, de aztán rájöttem, hogy nem. Meg felesleges. De abba hagyták, hál' az égnek, nem volt vagy 5 ilyen robbanás, de azért beszartam. Azért durva. Igen, hogy olyan magasan, na mindegy, hát ez van. Igen, félre mehet, vigyázni kell, ez egészen biztos. Igen. Nem tudom, hogy jönni neked a kutya, hogy viselte a dolgot. Teljesen jól egyébként. Ezt akartam mondani, nálunk is ott kutya, hasonló kutya, csak gyógyszerű fajta, részt vett a szilveszteren, konkrétan lesz szart, pedig végig nyitva volt az ablak, ja. Ugye füstokán, és hallod, tudod, majd a izé kutyai felnéz. Pedig ő is ilyen, nem tudom, 9 hónapos? Aha, igen. Vagy valami ilyesmi, konkrétan lesz a szart az egészet. Az én kutyám sem. Úgyhogy nem nagyon foglalkozott. Sőt, azért a kutyában is aludt. Gyakorlatilag a felét végig aludta ez a kutya is az egésznek. Készült ilyen selfie-s képpel neki. Igen? Rakta a kezébe egy selfie botot, beszalsz, mert megmutatom. Jó. Rohadt vicces lett egyébként. Szóval, ja, viszont tényleg nagyon sok tízi játék volt, ez biztos. Nem tudom, nekünk így azt mondom, hogy félig meddig csendesen telt a szilveszter. Az ott nagyon nagy gond, hogy olyan barátomhoz mentünk át, aki nagyon-nagyon szeret főzni és mindenféle okosságot csinálni. Persze, természetesen mi is vittünk mindenféle földi jót. Az ott a baj, hogy a kedves barátom pirogot készített, ami nem származásügyileg van, csak egyszerűen már annyira régóta akartunk csinálni, mert tök jól tudja nyomni. Ami aki tudja, aki nem, az gyakorlatilag ilyen fánktésztában hús, amihez így ilyen fokhagymás tejföl tálalnak. Na most ezzel sikerült eljutni addig pontig, srácok, hogy így éjfél után mondjuk egy ilyen 15 másodperces szüneteket tartva a felesek között egy ilyen 3-at lerakétáztunk, hogy bazd meg, mi van már? Aztán így gyakorlatilag feladtuk dolgot. Tehát így az ital konkrétan hatástalanná vált a lencse-vésli kombó után, amit még így erre ráküldtünk, és olyan szinten jól laktunk, meg tele lettünk, mint az állat, hogy az alkohol így nem, tehát így nem tudom, tehát valahogy olyan elegyet alkotott a piroggal és a lencsével, hogy így semlegesítette önmagát. Felszívta. És sehogy nem sikerült tovább tolni a cuccot, úgyhogy kajakóma volt gyakorlatilag így ilyen fél egy-egytől kezdve, és így hát röhögtünk egymáson. Így nagyjából ennyi volt az egész, de egyébként én boldogtól jól éreztem magam közben. Jobbat nem is kívánhattam volna szilveszterre. Így teljen az év hátra lévő része is. Ez nagyon fontos. Szétkaparta az ajtót a kutya? Lehet, pisilnie kellett. Az is lehet. Nem, már tudom, hogy ez azért gond a kutyáknál, sok kutyánál. Ez a dúrogtatás, meg hogy félnek. Tudom, az a baj, hogy nem nagyon, tehát nagyon nem értek hozzá. Igazából, hogy nyilván, hogy melyik kutyára milyen hatással van, azt tudom, hogy tehát mondom személyes tapasztalat, hogy nagyon sok kutya nem nagyon foglalkozik vele. Beszéltem így arcokkal, akik foglalkoznak kutyaneveléssel, meg hasonló, mert a társaságban van ilyen. Ők azt mondták, hogy nagyon sok függ a neveléstől, mármint attól, hogy éppen milyen környezetben van a kutya, amikor először tapasztalja ezt. Érted? Amikor te esetedben, hogyha mondjuk érted így az otthon melegében mondjuk így alszik a kanapén veletek, akkor lehet, hogy nem rázza ez meg majd a továbbiakban sem. Van egy ilyen, és ilyen szempontból amúgy szerencsés vagyok, mert hogy tényleg most még kicsi, és hogy most ez meg is történt, és ennyi. Valószínűleg emlékezünk fog. Mert hogyha például egy kutya mondjuk egyedül van a kert végében, miközben ez történik, és mondjuk tegyük fel, nem alszik, akkor lehet, hogy ez egy trauma neki. Hát bár, valószínűleg igen. Mondom, én nem értek hozzá, ezt mondták, hogy ez nagyon sokat számít, hogy valamilyen pozitív élménye van-e, ami kapcsolható ehhez az eseményhez.
például ugye például a vadászok nagyon sok mindent tudnának mesélni erről, ugye az első puskalövés a kutya mellett. Jaj, tényleg. Hogy hogyan zajlik, ez egy fontos lépés egyébként, hogy ahhoz legyen egy pozitív élmény csattal, vagy ne féljen a kutya az ilyesmitől. Ettől függetlenül tudjátok, hogy mi nem szoktunk se tűzi játékozni, se petárdázni. Gyakorlatilag soha. Úgyhogy én nem pártolom ezt a dolgot egyáltalán. Ennél fogva mondom, próbáltam kérdezni, mert láttam, hogy nagyon sok helyen téma volt ez. Jó, mondjuk, tehát az a baj, hogy a legtöbb ember, aki petárdázás ellen tiltakozik a kutyák okán, azoknak nincsen kutyájuk. Ja, persze. De mondom, én teljesen megértem, és tudom, hogy nagyon sok kutya van, aki fél nagyon ettől a dologtól, és tudom, hogy milyen a trauma, ezt én is átéltem személyesen, például vihar kapcsán. Meséltem nektek a kutyámról és a vihar kapcsolatáról. Neki nem csatlakozott tehát egyértelműen pozitív élmény így a viharral kapcsolatban, és ő pontosan ameddig élt, addig félt a vihartól. Úgyhogy ezt valahogy máshogy kellett volna nekünk is úgymond kezelni. Úgyhogy a tűzijátékozás és a petárdázás az egy olyan dolog, amit az emberek csinálnak. Ez egy, nem tudom, nevezzük szokásnak, vagy hagyománynak, azért nem nevezném, de inkább szokásnak nevezzük. Azt is felelősségteljesen kell csinálni. Én azt gondolom, hogy állatot tartani is felelősségteljesen kell. Ja, hát ez igaz. Illetve akiknek nincsen állatuk, azok ne tartsanak állatot így fejben. Vagy képzeletben. Nem tudom, hogy mondjam ezt szépen. De örülnék neki egyébként, hogyha ezt nem tennék meg, mert rettentően nevetségesek. Azt tuti. Hogy úgy mondjam. Na, azt mondja, hogy Lehel, köszönjük a 19-on, hogy Prefektor baszol pólót, Pisti. Az már tavaly volt Prefektor, köszi szépen. Csodák István, egy év után újra content. Köszönjük szépen a csírt. Rár, köszi a 11 hónapot, El Gringo Royo, köszi a 16-ot, boldog újat neked, és Norbi, köszi a 23 hónapot, Palakin, köszi szépen a 19-et, Gombóc, köszi az 5 hónapot, Kengo, köszi szépen a 2 év feliratkozás, nagyon szépen köszönjük, Don Harkon, köszi a fél évet, Clear the Antiface. Sziasztok, srácok, remélem jól, tehát a szilveszter az új minimális másnapossággal indult. Köszönöm a tavaly no tartalmat, remélem idén még ennyi sem lesz. Én megígérem neked, nem lesz. Ez egész biztos. Captain Tidepants, köszi a 15 hónapot, G-Papper, köszi szépen a Tier 2-es 13 hónapot. Hoppá! Igen, én is elfelejtettem, de mondtam, hogy egy csomó mindenkit elfelejtettem, hogy januárban jelentkezett fel, pedig sok mindenkire emlékszem, aki decemberi. Köszi szépen. Dunga, jó reggelt, srácok, megnéztem a szakmányt, és képzeljétek, fél mondat erejéig benne van a HH. Te vagy körülbelül a 2000. ember, aki ezt mondja, mint tudjátok, a HH az egy elég általános dolog orrakünn, de vicces volt. János, közé szépen a 8 hónapot, Elvédi közé 19 hónapot, nagyon köszönjük. Maszekmester, Füzéri várból is rá lehet látni a sok falusi bumbumra. Na, biztos jól lehetett. Az biztos állat lehetett a Füzéri várba tölteni, nem tudom, hogy Füzéri várnak mennyi része van meg, remélem nem volt nagyon hideg. Karesz, bújjék srácok, ez itt már a jövő. Blade Runner film is 2019-ben játszódik. Igen, ez nagyon durva, pont én is néztem a december 31-én egy ilyen posztot, hogy így kell öltözködnünk január 1-én, és akkor mutatta a képeket a Blade Runnerből. Hát úgy öltözni, nem úgy öltöznék, de Rutger Hauer lennék szívesen. Így 2019-re. The Coffee Guy, hogy ne legyen egész évben content, boldog új jönnek ez is. Szárgavár, köszi szépen a 13 hónapot, Beach Boy neked a 15-öt, Zidi a 23-at, BVF, köszi szépen a feliratkozást, Robert Bányai, köszi a 2 hónapot, Papgeri neked a 15 hónapot, Pacalszirup. Boldog évet, srácok, nekem a szilveszter asszonnyal telt, pizzasütéssel, multikóp játékkal és társasjátékokkal, új évben pedig szokásomhoz híven, dupla mozizással, üdvöngó ragadozó városok. Srácok, ez a ragadozó városok tényleg szar. Mondjátok már meg, mert én nem láttam, a trélert láttam, gyanús volt a tréler, nagyon gyanús volt, hogy mondjuk talán egy színészen kívül még életemben nem láttam a többit. De tényleg ilyen rossz? Valaki látta? Mindenhol azt olvasom, hogy katasztrófa. Tehát most pénzügyileg bukott, vagy tényleg rossz? Mert ezt mondjátok már el. Zavia, köszi szépen. D2G, köszi szépen a 8 hónapot, Junior, köszi a 4-et. Ersa, köszi a 3 hónapot, kis csatár, jó reggelt neked is. Leon, boldogat, szevasz. Paragi, sziasztok, srácok, csak bekukatottam. Toljad neki, jó munkát, kitartás. Csóri, köszi a 16 hónapot. Szóval, hát a trailer jobb volt, nem olyan rossz, nekem bejön. Fura tézisre épül. Trágya. Klisés volt, de látványos. Tudjátok, mit néztem meg? Beszartok. A ház, amit Jack épített című filmet. Nem tudok nyilatkozni. Őszintén nem tudok nyilatkozni
a kurva. Tehát így, nem tudom mi van mostanában. Tehát hozzátartozik a dologhoz, srácok, hogy a filmnek körülbelül a háromnegyedénél vannak filmbevágások más filmekből, ez nem spoiler. És ott megláttam az Antichristot, és akkor esett le, hogy kirendezte ezt a filmet, és akkor már fogtam a fejem, hogy geci, mi lesz ennek a filmnek a vége, és pont olyan lett, mint amire gondoltam. Úgy látszik, 2018 az elbaszott fasságok éve volt, na hát ez is olyan szinten el van baszva, hogy valami fantasztikus. A szó legnaturálisabb, vagy legsztorihoz köthetőbb értelmében, aki egy normál sorozatgyilkolós filmre számít, az téved, nem az. Aki azt gondolja, hogy ez egy normális sztori cselekménye egy viszonylag beteg emberről, az is téved. Nem tudom meghatározni gyakorlatilag, hogy ez a film mi. Nekem összességében tetszett a film. Az, aki azt mondja erre a film, hogy jó volt, ahhoz lennének kérdéseim, de csak face to face. Tehát, hogy ő neki ez hogy jó. Mert hogy nekem bejött, de hogy jó. Tehát, hogy értitek, hogy van. Tehát, hogy mondjam nektek, mit tudom én, ha megnézitek a zongoristát, vagy a Schindler listáját, vagy a nem tudom, mit mondjak példaképpen, akkor azt mondanád, hogy nagyon klassz, tehát, hogy így bejött, mert átadta a film, amit akar, de hogy jó, az így, hát, nem tudom, hogyha jóra vágyom, nem tudom, akkor iszom valami cukrosat, vagy én nem tudom, de hogy így ez a jó és ez, tehát értem, mit mondok? Hát, igen. De nekem nem csatolódik úgymond pozitív élmény hozzá feltétlenül. De mint maga a film az jó? Mármint a Schindler listája? A Schindler listája. Hát igen. Hát ez egy jó film, értem. Csak hogy így... Tehát így abban az évben sem mondtam volna azt, hogy ez az év filmje. Mert én nem az az ember vagyok, aki ilyen élményekre vágyik. Érted? Hát értem, de... Mondjuk nekem ott van a topban. Tehát így a legjobb filmek. Az év filmje? Számra. Nem az év filmje, hanem úgy a Schindler listája, vagy a top filmekben nekem. Ja, hát ott van a topban, persze, ja. Csak abban az évben voltak jobbak is, mikor a Schindler listája kijött. Ja. És így pontosan emiatt, akinek évfilmje a Ház Jack, amit a Ház Jack épített, nekem mondom, vannak kérdéseim. Másrészt nem tudom, tehát most, hogyha ebben az aspektusban nézzük, azért eléggé összehasonlíthatatlan a kettő. Én üzenet szinten próbáltam leírni ezt a dolgot, értem, hogy nem túl pozitív. Értem. Tehát a Schindler listáját azért hoztam fel példakép, mert a Schindler listája volt olyan bátor, aki látta a filmet, tudja, mire gondolok, hogy filmvásznon olyat mutasson, amit mondjuk ez a film. Ami nekem sose lesz jó. Uh-huh. Így bizonyos szinten, és azért beledek. A jó film nem azt jelenti, hogy happy. Tudom. Csak mondom, hogy nagyon sok mindent mert ez a film. Olyan dolgokat is, amire nem gondoltam volna, hogy ez tényleg, hogy ez így, tudod, így mozifilmben működik. Vagy B-filmnek működik, vagy straight to DVD. Érted, Erlédi, miről beszélek? Szóval... Kicsit meredek lett a dolog. Na mindegy, nagyon sokan egy ilyen igazi Hannibal Lecterre vártak, ez nem az a film. Ez egy a legtávolabb áll a Hannibal Lectertől és minden mástól is. Aki szerint a legjobb sorozatgyilkosos film, az meg hülye. Persze ez csak az én véleményem, de na, azért zorítsuk keretek közé ezt a dolgot. Ez a film egy nagyon-nagyon elbaszott film, nagyon-nagyon sokat kell gondolkodni rajta, van mit. Sok mondani valója van a filmnek. Nagyon érdekes, hogyha valaki rájön már így a film közepetáján, hogy miről van szó, mert rá lehet jönni. Izgalmas, érdekes volt, nekem tetszett. Na, hát ez mennyire volt jó, az már egy más kérdés, de nekem tetszett. Kíváncsi vagyok. Izgalmasnak tűnik. Én gondolom, hogy felcsigáztalak, meg mindenkit, hogyha felcsigáztam, nézzétek meg! Nagyon 18 pluszos a film, és azon felül, hogy nagyon 18 pluszos, néhány jelenet valóban megrázó. Tehát, hogy így, tudjátok, így, mikor prezentálva van a dolog, és így rá, nem a látvány, hogy mi történik konkrétan, az egy dolog, az már csak ilyen, hanem hogy amikor így realizáltuk benne, hogy mi fog történni, pontosan, akkor azért úgy felvetült bennem a kérdés kétszer, hogy ez most tényleg? És ez megy a moziba. Hú, érdekes. Érdekes. Szuper Csika, köszönjük a 9 hónapot. Nessos, köszi szépen a csírt. Szegedi Imi, boldog évet neked is. Csori, köszi a 16 hónapot még egyszer. The Wanted Gun, köszi a támogatást. Jó volt viszont látni a fő Én vagyok klippemet a két legutóbbi montázsatokban is. Sok sikert a 2019-es évre, köszönjük szépen. Alpi, köszi a 11 hónapot. Biztos vagyok benne, nem lesz semmi gond. Köszi szépen, Alpi. Zsomán, boldog évet neked is.
Nem sokára kezdjük. Nem sokára. Jolc, köszi szépen a 22 hónapot, Aquila, ezért is kívánok nektek remek időtöltés, kitartás, stb. A dumat meg különösen várom. Ne viccelj! Tegnap óta rendesen bajom van. Akronomus, köszi szépen a fél évet. Nagyon szépen köszi. A ház, amit kiépített? Azt nem láttam még lengyelvé. Nem menjünk bele a pszichológiájába annak a filmnek, srácok, szerintem nem szabad belemenni úgy mélyebben. Ne gondoljatok erre. Legyetek pozitívak. Nektek vannak új évi fogadalmaitok, amik nem erre a filmre alapoznak? Remélem. Csávó azért rendesen megmozgatta a dolgokat. Nem, a filmmel kapcsolatban nem arról beszéltem, hogy nem merek odanézni, mert láttam már én sok fasságot életemben, csak olyan, nem fogadok meg semmit. Az végül is egy biztos hozzáállás az évhez. Jó, igen. Alapvetően. Szerintem jobb egyébként egy bizonyos szinten mégiscsak adni egy irányt az éveteknek, még akkor is, hogyha nagyon egyszerű. Mert olyat nem szabad csinálni, hogy nem fogadom semmit. Valami mindig meg kell. Akkor is, ha ez egy illúzió. Az emberek mindig kell legyen egy iránya. Mondjátok akkor azt, hogy már tavaly óta van egy irányom, amit követek. És most nincs új. De azt nem mondjátok, hogy nem fogadtam be semmit. Valami mindig meg kell fogadni az életben. Valami felé mindig menni kell. Érted? Értitek, hogy miről beszélek? Az ember nem tudja húzni az élet magával, vagy ha húzza magával az élet, akkor nagyon későn fog szétnézni, hogy majd merre is vitte el. Miatt azért szeretnék beszélni veletek, mert rengeteg sok emberrel beszélgettem, valóban nem csak a cseten írtátok, hogy rossz volt a 2018-as éve, és hogy kíváncsivá váltam, és a közelebbi, távolabbi ismerőseimmel, akikkel személyesen is beszélgetek, beszélgettem erről, hogy mégis mi volt jó, mégis mi volt a rossz 2018-ban. Nyilvánvalóan most nem arról beszélek, hogy ha történtek esetleg a családon belül halálesetek, vagy elbocsátások, stb. Nem erről beszélek, hanem magáról ugye általánosságban a hétköznapokról, mi volt olyan rossz, akár 2018-ban, akár az előző években, és nagyon sokszor feltűnt nekem az, hogy az emberek egy csomó esetben, beszéltünk már erről, valahogy nem csinál semmit. Ami nyilván, tudjátok, furcsának mondhatom, mert dolgoznak, meg felkelnek, meg esznek, meg szarnak, értitek, de mégis azt mondják, nem csinál semmit. És valójában nem csinálnak semmit. És rengeteg ember van, aki nem csinál semmit. Hogy a faszomba lehet semmit csinálni? Ezek azok az emberek, akik unatkoznak egyébként. Tehát egy csomó ember, jó, nyilván de csinál, mondjuk mit, hogy néz a tévét, érted? De hogy így azt mondja valaki, hogy nem csak semmit, nincs rá időm. Nincs. Hát mondd azt, hogy mit tudom én, gyereket nevelsz. Szakaknak az semmi. Ugye? Pedig valójában nem az, csak azt is úgy csinálják, mint a semmi lenne. Muszáj, érted? Hogy a faszomba lehet muszáj? Hogyha az életednek, számoljátok ki, van egy 24 órátok, mert ugye mindenki másképpen tölti az idejét. Csak számoljátok ki, ha az ember a muszáj, tehát kötelező dolgokat nevezi semminek, mert ugye egyikben sincs benne a ladával driftelés, vagy mit tudom én, akkor a napból mondjuk tegyük fel optimistán, mondjuk 8 órát alszodok. Meg 8-at dolgoztok. Most ez tényleg csak ilyen nagyon felületes. Az ugye 16. Így barátok ezt is. Ugye? Akkor marad még 8. Vagy nem? Ne. Eddig ez megvan, igen. Stim, nem? Tehát mondjuk 16 muszáj. Marad 8. 8 órában mondjuk tegyük fel, nagyon durván, de nagyon durván, mondjuk egyet esztek. Az is muszáj, nem? Mondjuk egy felet töltötök azzal, hogy pisiltek, vakarjátok, mert azért viszket is, értitek? Törlitek utána, mert viszket, és többi, mondjuk egy fél óra lemegy. 6,5 óra marad így ellenni. Értitek? 6,5 óra. Tegyük fel, mondjuk gyerekes szülők vannak, tehát foglalkozni kell a gyerekkel, el kell vinni iskolába, stb. 6,5-ből vegyünk le egyet, ami mondjuk optimálisan utazás. A-ból, B-ből, B-ből, C-ből, stb. Meg vegyünk le mondjuk még egyet, ami mondjuk vásárlással, ilyesmivel történik. 4,5 marad. Durván. Lehet, hogy elszámolom közben. Értitek? Marad mondjuk 4,5 órátok. A 4,5 órában mondjuk a gyerekkel foglalkozni kell, nem mondjuk 2. Az legyen mondjuk marad 2,5 óra. Oké? Mondjuk optimális esetben, hogyha levesszük a sallangot, akkor maradjon mondjuk 2 óra, amikor nem csináltok semmi olyat, amit muszáj. Legalábbis az emberek, akikkel én beszélek.
Ez azt jelenti, hogy 24 órából, 22-ben nem csináltok semmit. Legalábbis így hívják emberek. Uh-huh. Hogy a faszomba lehet ezzel a tudattal minden reggel felkelni, bazd meg, hogy egész nap nem csak semmit. Hát jó, hogy azt mondja az ember, hogy éveken keresztül semmi nem történik vele. Hát, ja, hogyha így... De az ilyen ember hogy dolgozik? Mármint, hogyan végzi a munkáját? Azt szerint az semmi. És hogy nevel a gyerekét, azt szerint az semmi. Hogy lehet az semmit csinálni? Hát, szerintem az ilyen ember csak a megélhetésért dolgozik. Szerintem még azért sem. Szerintem azért dolgozom, muszáj. Egy társadalmi követelmény. Hát muszáj, és valamiből meg kell élni. Tehát ez a kettő, szerintem. Nyilván meg kell élni valamiből, nyilván most persze nem akarok olyat mondani, hogy nem, de persze igazad van, meg kell élni. De én most nem azt mondom, hogy mindenkinek élveznie kell, amit csinál. De hogy így... Azért csak meg lehet látni, érted, néhány dologban valamit, bazd meg, amit lehet csinálni. Elmeséltem egy fingós viccet a munkahelyemen, bazd meg, amin 5 percig rögtünk, hogy valamit csinálsz, nem hiszem el. És csomó mindenkinek az, hogy a szürke hétköznapjaimban nem történik velem semmi. Beszéltünk már erről nagyon sokszor. Ja. Az embernek nem azt mondom, hogy kell legyen egy hobbija, nem erről szól, mert van, akinek nincsen hobbija, van, akinek nincsen különösebb időtöltése. Én csak azt mondom, hogy nem hiszem el, hogy nincs olyan, hogy egy nap szeretnétek megcsinálni valamit. Elmondtam nektek már annyiszor, hogy milyen kis dolgokról lehet beszélni. Érted? Görcsök a pöcsömre. Csak mondd ezt reggel, és most tudd azt mondani este, hogy megkötötted. Érted? Valamit. Ilyen picit. De nincs. De nincs. Egyszerűen nincs. Egy csomó embernek, nem azt mondom, hogy nincsenek céljai, és most nem a fogadalmakra gondolok, az új év fogadalmakra. De akkor is rossz. Hogy nem láttok bele az életbe, vagy nem ti, hanem nagyon sokan, nem látnak bele az életbe valamit, annyira nagyon keveset. Látom azt is, hogy nagyon sok ember van itt az elmúlt években, akinek egy célja volt az, hogy fel kelljen megnézni a Happy Hour-t, mert máskor tovább aludt, vagy mit tudom én. És sikerült elérni, és itt vagytok, és tudunk beszélgetni. És ez például lehet egy olyan dolog, ami egy rendszeres történés, ami egy olyan dolog, amit relatíve, úgymond mi csinálunk, nem pedig ti, meghallgatjátok, utána beszélgethettek róla olyan emberekkel, akikkel szeretnétek. Ez csak egy példa. De ez is csak egy olyan plusz dolog, ami nagyon kis erőfeszítést kell tenni, hogy az ember megtegye, például. Nem másért, magáért. Értitek? Hogy legalább ne legyenek annyira nagyon szürkék a hétköznapok. De egy csomó ember még erre sem hajlandó, hogy akarjon a kapcsolatban a tévét, bazd meg, kurva szar az is. Érted? Hát, ja. De tényleg vannak olyan elfoglaltságok, amire elég egy fél óra, óra is. Hát elég sok. Simán lehet találni olyanokat. Napi fél óra, óra. Lazán. És akkor még többet is lehet dolgozni. Mert én elhiszem egyébként, hogy alapvetően az, hogyha az ember nem határoz meg magának az égvilágon semmit, akkor nem fog csalódni. Legalábbis ilyen nagyon... Na jó, de ki hallott már ennél nagyobb fasságot? Ja. De most komolyan. De nem megyek el, nem kell visszajönni. Gratulálok. Tehát, hogy ezt így a suliba tanultad, vagy segítettek közben, miközben kitaláltad, hogy mi van? Most lehet bármi ez, Greg. Lehet egy sport, akár egy sport, akár van. Nem olyan nagy dolog. Egy csomó mindenki valójában szerintem lusta. Ja, persze. Ez van benne, de ez biztos, hogy ez van benne. De komolyan. De komolyan. Mert vannak emberek, akik rohadt keményen dolgoznak. És én meg is értem azt, hogy rohadt fáradtak otthon. Érted? De néha még nekik is, mit tudom én, tudod, így van annyi. Meg nincs az emberben motiváció semmire, amúgy. De hogy most olyan dolgokról beszélünk, hogy megnézni egy filmet otthon. Jó, mondjuk ez tényleg gáz. Mondjuk a családdal, mármint nem úgy a családdal, mondjuk csak a feleséggel, vagy a barátnővel. Együtt, ketten, érted? Mert az, na, hágod. Megnéztem a telóban munkába menet inkább, mint hogy veled nézzem meg. Bazd meg, mert amikor otthon vagyok, hogy döglök. Mert filmnézés közben se lehet döglöni. Ezek szerint. Ezek szóval, nem tudom, én úgy gondolom, hogy nem azt mondom, hogy minden nap ki kell tűzni magatok elé valamit. De valamilyen rövid távú cél mindig kell lebegjen az ember szem előtt, legalábbis én így értem mindig az életem, mert egyszerűen az időnk alapvetően rohadt kevés, hogyha belegondoltak, de valami rohadt kevés. És néha sürget is. Értedek? És néha kár elpazarolni olyan dolgokra, amiknek alapvetően nincsen értelme. Tudjátok, biztos voltatok már ti is úgy otthon, hogy
itthon vagyok. Na most nem tudom, most végigjátszok egy játékot, megnézek 5 filmet, meg fogsz őrülni, és akkor következett. Felébredtetek. Valamit teszek reggelire. Kész? Hát közben nem kezdtük el filmet nézni, meg játszom, eszek. Menjen mond. Kivek az erkére, eszük egy cigit, de kaja után az kell. Utána megjön a reggeli ihlet, miután lement a kávé is. Na, filmet nézzünk, vagy játszunk? Jó kérdés, jó kérdés. Milyen filmek vannak? És akkor, hogyha nincsenek jó, akkor játszok. Nem tudom. Ezt megnézném, de annyira nem jó. Nem tudom. Felmegyünk iszére, az On Demand-re. Ez megnézendő lista, ez is megnézendő lista. Most nincs kedvem hozzá, bassza meg. Mindjárt dél van, valamit tenni kéne. Hát... Mit rendeljünk? Meg honnan? Nem rendelek, fél óra gondolkodás után, nem rendelek, bazd meg, mert egy óra mi kijön. Addig nagyon éjes leszek, elugrok gyorsan valahova. Itt van közelebb egy gyors étterem. Most sokkal gyorsabban odaérek. Elmegyek odáig, stb. Visszajössz, megeszed. Ó, geci, de kurva alakta, bassza meg a rohadt kurva élet. Na jó, nézzük szét, mivel kéne gémelni. Azt elkezdtem, az nem tetszett annyira, bassza meg. Ez nincs meg. Azzal kéne játszani, jövő hónapban jön, bassza meg. Miért nem most jött ki? Na, és az a lényeg, hogy értitek, miről beszélek. Hamar eltelik a nap így. És kérdezem én, biztos vagyok benne, hogy mindennyik őtöknek volt legalább egy ilyen napja. Jó ez? Végül is mondhatod azt, hogy pihentél. Vagy nem tudom, de jó ez? De jó ez? De most komolyan. Tehát én úgy gondolom, hogy ennél azért tudatosabban is tudunk tervezni abban a limitált számú napból, amink van az életben. Senki nem tudja, kinek hány napja van. De utólag szar bele gondolni, hogy akár egyet is ezzel töltöttél el. Hát, én is töltöttem így napot. Ho-ho. Hogy ne töltöttem volna el? De ez így nem jó. Ez így nem jó. És szerintem, hogyha akár csak ezen a kis dolgon, ezt a sok fasságot felejtsétek el, amit mondtam, csak ezen a kis szarságon tudtok változtatni úgy, hogy annyit mondtak magatoknak, hogy idén a 365 napból, ha összesen tudjuk, mennyi szabadsága van az embereknek, és általában akkor is szerez dolgot magának, ha csak 10, akár 5 szabad napotok van otthon, amit el tudtok így tölteni, amivel egyet nem így töltötök el, az nem egy nagy dolog. Próbáljátok meg! Csak annyit, hogy tervezzetek el mindegyik ilyen napra valamit, amit meg fogtok csinálni, legyen az akár kis dolog is, és legalább az egyiken idén csináljátok meg, hogy nem semmit csináltok, hanem valamit. Én nem tudom mindegyik ötöket megkérdezni, higgyétek el, hogy kurva jó érzés lesz tudni, hogy ma azt mondtam, hogy ezt csinálom, megcsináltam. Fuck yeah. Ez egy ilyen dolog. Ez egy jó dolog, igen. Igen, alapvetően igen. Tehát higgyétek el, ez egy nagyon fontos dolog, hogy legalább egyszer meglegyen az a sikerélmény, ami nagyon sok mindenkinek nincs meg. Mondom, sokkal motiváltabbá teszi az embert az, hogyha átél sikerélményeket is az életben. És higgyétek el nekem, hogy a legtöbb esetben az az eredmény egy nap végén, amikor lefekszel aludni, hogy ennek is vége van, az nem jó. Gondoljatok bele, az életen nem túl lenni kell. Ki a faszom tudja, hogy utána mi van? Érted? Ez egy ilyen dolog. És sajnos rengeteg ember mégis így tesz. És tudjátok, hogy van ez? Egy üres flakon. Nem árasztja el az óceán szeméttel. Egy nap. Uh-huh. Egy hónap. Fél év. Fasz! Miről beszélsz? Vannak olyan emberek, akiknek 20 évük van ebben az életben. Vannak, akiknek 60. Vannak, akiknek 80. De baszki, ebből aztán összegyűlik. A sok. Értitek? Ez szar dolog. És én nem szeretném, hogyha ti... elvesztegetnétek az időtöket. Ez ilyen dolog. Hát igen, amúgy néha jó ilyen zombiként otthon lenni. Én nem mondom, hogy nem jó. És kikapcsolni, de túl sok az ilyen napokban meg az ártalmas. Ja, ez tény. Szerintem is.
Nem tudom, én csak és kizárólag azért beszélek erről most, mert tényleg egy iszonyatos mennyiségű ember a LEGO streamekben, az évvégi streameknek egy nagy részében, és mondom, személyesen is mondta, hogy mennyire szar volt 2018 neki, mert semmi nem történt. Pedig beszéltünk erről tavaly is. Többször is. Réven leszeren a karifát? Na? Fuck yeah! Valakinek még februárban is ott van, mert olyan szép a faszt! Nem akarod véghullajtani a tűleveleket az egész lakáson, a folyosón, a liftben és a szemétledobóban. Ezért van az, hogy egy csomó paraszt kidobja a tizedikről. Ú, na az durva. Láttatok már olyat? Van olyan, igen. Ja. Az veszedelmes dolog. A műfenyőt is le kell szedni. A műfenyőt is össze kell rakni, basszus. Hát látod, már Debrecenben nem azt mondom, hogy gyakori, de azért elő-elő fordul. Vannak olyanok, így van. Hogy ne lenne? Olyan dübben! Hú-hú. Csak tudnátok. Csak úgy dübbennek a fák. Lenéz! Van ott valaki, mindegy! Bizony. Repül. Csak a negyedikről láttad? Hát figyelj, lakom. Én már magasabbról is láttam. De pont azért, és úristen, mekkora paraszt, minek dobja ki? Hát pont azért, nem kell feltölteni az egész szart a kukáig, érted? És mire leesik, lejön az összes tűlevele. Mert hogy a dűben is föl. Fizikről kidobod, és mondjuk tegyük fel reggel 4-kor, teszed, nem látja senki, érted? De ha leviszed, és basszol rá, érted? A házfegyelőnél reggel 6-kor basz ki, mint Sherlock Holmes, hát hülye vagy, végigvezet a nyom a lakásig. Az biztos. Melyik volt az? Nem tudjuk, és sosem láttam még fenyőfát sem életemben. Az csak így mész. Persze. Te geciet, hülye vagy, normális, hogy luccot vettél. Ha? Még mindig van rajta egy pár. És megtalálnak. Ott ilyen rendesen, Sherlock Holmes van. Ez nagyon durva. Na mindegy. Furcsa egyébként látni a chatet ebből a szempontból egyébként. Látom, hogy nagyon sok mindenkinek nem tetszett ez a téma. A chatből. Mármint, hogy erről beszélünk. Pontosan ezért beszéltem róla. Pontosan ezért. Érted? Mert egy csomó ember nem képes belátni egyébként olyan általánosságot az életben, amik nem azért vannak úgy, mert én azt mondom. Egész egyszerűen úgy vannak és kész. És attól, hogy beszélünk róla, nem lesznek máshogy. Nem. Ja. Hát aki magára ismerte, hát akkor elgondolkozik. Hát nem fog elgondolkozni. Ilyenkor egy csomó emberben, tudod, egy olyan, nem fikció, egy olyan érzés kapja el, mint mikor anya mondja, hogy meg kell csinálni valamit. Ja, igen. Érted? Hogy azért van ki bele a faszom, meg azért nem úgy van, mert ő mondja. Igen. Érted? Ez egy kicsit ilyen, tehát egy kicsit egy olyan dolog, tudod, ami tudod, egy ilyen természetes ellenállás bizonyos emberekben, tudod, ez a tagadás kérdése, érted? De jó, van az, majd jövőre, holnap. Holnap meg lesz. Érted? Az a baj az élettel, srácok, hogy habár előfordulnak olyan szerencsés helyzetek, hogy megcsinálja az ember helyett valaki, vagy valaki addig vár az életében, ameddig megoldódik, tudjátok, már megoldja az idő, de... Érted? Olyan van. De alapvetően, hogyha valami nem tetszik nekünk, vagy valamiben változást szeretnénk az életünkben, csak is kizárólag magunknak tudjuk megcsinálni, és kész. Ja, egyszerűen ilyen nincs. Tehát érted? Tehát egy csomó ember mondjuk például, aki le akar fogyni, csak egy általános példa, érted? Mindig halogatja a dolgot. Nincs semmi gond vele. Egy a baj. Nem látja be, hogy nem fog lefogyni. Ez a baj. Hanem ő 1, 2, 5, 10 évig elhiszi, hogy le fog fogyni, de nem ma, majd holnap. De ez a baj. Nyugtatja magát. De mi a fasznak? Akkor mondja azt, hogy hagyjuk a faszomba az egészet, mert én ezt nem tudom csinálni. De nem mondja! Hát gondolom, de így nyugodtabban fekszik le, hogy rajta vagyok. Persze nem. Na jó, de ezért nem történik semmi. Hát persze. Ezért nem történik soha semmi. De ezért nem mondja azt, hogy soha nem fog lefogyni, mert akkor már idegesíteni. Én ezt nagyon jól tudom. Ja. Én ezt nagyon jól tudom. De nincs ezzel semmi gond. Fogadja el valaki, én is elfogadom. Kövér vagyok. Leszarom, csinálok inkább valami mást. Nem tudom. Érted? Megtanulom forrasztani, belekezdek a makettezésbe, önképzem magam az interneten, fejen állok, akár dagadtan is. Valamit csináljál, bazd meg! De nekem ne hitegesd azzal magad, hogy éveken keresztül, hogy te le fogsz fogyni. Nem fogsz. De ezt el kell fogadni. Ezek az emberek az a baj, hogy nem fogadják el. Ha valaki jól érzi magát úgy, hogy kövér, vagy túlsúlyos, hát miért bánom én? Rengeteg nagyon boldog embert ismerek, akik nagyon kövérek. Egészségtelen? Igen.
Nem baj, elfogadtál magukat. És most ők a rosszabbak, vagy azok, akik 5 évig hidegedik magukat, hogy ők le fognak fogyni. És ezzel foglalkoznak. Ma néztem a neten egy új edzésprogramot. 5 dollár hetente a kalóriafigyelő alkalmazás. Elő fogok rá fizetni minden, és minden nap eltölt egy másfél-két órát azzal, hogy hogy lehet a legegyszerűbben, legfájdalommentesebben, ha lehet alvás közben lefogyni. Alvás közben? És ez nem csak a fogyásra van, az is látszó. Az ember nem eszik, lefogyik alvás közben, szóval az teljesen jó. Igen, végül is igen. Végül is igen. Na mindegy, szóval értitek, ez csak egy példa a fogyás, de csomó mindennel így van. Ha valaki valamit meg akar tenni, akkor az valójában meg kellene tegye. Motiváció szinten egyébként van most egy ötletem, amivel kapcsolatban, ami nem most egy ideje foglalkoztat így, egy ötlet, hogy milyen szinten lehetne motiválni embereket, akár videó keretében belül, akár nem. Nyilván én nem a fogyásra vagyok egy motiváció példa. Szó se róla. De valójában lehet motiválni az embereket, srácok. Higgyétek el, kíváncsi vagyok, mondom, van egy ötletem, meglátjuk, hogy meg lehet-e valósítani idén vagy sem. Ez majd kiderül, de mindenki kíváncsi leszek a véleményetekre, mert higgyétek el, hogy nagyon-nagyon sok esetben tényleg nagyon sok ember be van fásulva. És én nem hibáztatom őket ezért, hogy be vannak fásulva, szó se róla. Tehát én nem azt mondom, hogy egy embernek úgymond feltétlenül a saját hibája az, hogy úgy él, ahogy. Az már lehet, hogy az, hogy sehogy nem tud úgymond egy pozitívabb oldalra áttérni, mint olyan. De az, hogy valaki belefásul abba, hogy nem szereti a munkáját, de muszáj csinálni, mert a megélhetéshez kell, azt megértem. Mert ebben nem nehéz belefásulni, és utána kedvetlen, stb. De az a baj, bazd meg, hogy kibaszott kedvet is csak magának tud csinálni. Az a baj. Ez a probléma. És nyilván engem nem fog zavarni, hogy valaki, tudom én, úgy marad, ahogy. De mondjuk például elgondolkodni azon, hogy mondjuk valaki ne adj Isten munkáját váltson, vagy találjon mellé egy olyan aktivitást, amit akár egy fél órában el tud végezni, amit egy kicsit jó kedve lesz egy nap, az nem olyan nagy erőfeszítés. És én kívánom mindenkinek, akinek szar volt a 2018, hogy tudjon tenni olyan egy pici-picit, hogy jobb legyen a 2019. De csak egy kicsit, egy annyira kicsi-kicsi keveset, hogy elképesztő, mert tényleg nem kell sok ahhoz, hogy jobban érezzétek magatokat, csak egy picit, hogy 2019 év végén ne azt mondjátok, hogy olyan rossz volt 2018. Yes. Akronomus, köszönjük a fél évet. Japan Fanboy, köszi szépen a 13 napot. Mr. Bence, boldog évet, srácok. Remélem, ez év is baszol lesz. Én is. Gandri is bújék, srácok. Csak egy gyors kérdés. Kis Gandri is kérdezi, hogy tetszett a fóláttársas. Bocs, hogy nem témávág. Ah, semmi baj. A képen láttad, hogy bontatlan. Ennyit tudok nyilatkozni róla, Gandri is most. Hunda Regál, köszi szépen az 5 hónapot. Ürvűr. Pillanat. De jó Isten! Nem vetetted a súlyokat, egy állat vagy. Egy vadállat, GG haver. És már sziasztok, srácok, bújjak nektek is a chatnek, kicsit le vagyok maradva, mert tévén van egy kis delay-em, de a zemlített nincs semmi jelenség, ez mindenkinek javasolnék egy magyar tettolkot. Vecsei Miklós, valóság-e, ami nem hat címben. Főleg a 18-30-as korosztálynak, nagyon befogtálás szerintem. Balázs, nagyon szépen köszönjük az ajánlást. Én nem tudom, hogy ez milyen ez a beszélgetés, nem tudom, milyen témájú. A fickót sem nagyon ismerem. Ajánlj, megnézem. De, már láttam a csávót. Ez az a fickó. Már láttam a fickót, tudom, hogy kire van szó. Nem ismerem ezt a beszélgetést, de a tényleg pozitív tartalmú, hajrá. BVF, nagyon szépen köszönjük a baszó támogatást, mert we are the happy, we are, ezzel biztos nem viccelt senki elégszer. Köszönjük szépen a támogatást, köszi. Haver. Igyekszünk idén is odabaszni, komolyan mondom. Aztán meglátjuk, hogy sikerül. Nagyon köszönjük. Kaskó, köszi szépen, jó reggelt, a 2018-as évet én is rosszra értékelem, mert nem csináltam semmi, és semmit érzés nálam is megvan, mivel amit elterveztem arra az évre, nem tudtam kivitelezni, tudom, rossz hozzáállás, de ez van. De azzal semmi gond nincsen, hogy nem tudtad kivitelezni 2018-ban, amit elterveztél. Ha volt terv. Majd idén megcsinálod. Ha semmit nem tettél azért, hogy megvalósítsd, az rossz.
Igen, az gond. De az, hogy átcsúszott erre az évre, az nem gond. Olyan nincs. Jenny Pin, köszi szépen. Vagyis hát Grébelbárnak köszönjük a giftet. Olengó, köszönjük szépen a feliratkozást. Goruin, az emberek kb. 95%-a nem az dolgozza, amit szeretne. Hát igen, egy eléggé tökéletes világ kellene legyen az, hogy úgy legyen, hogy mindenki azt csinálja, amit szeret. Kvázi büntetésnek éli meg, munka után pedig jár, de utálom ezt a szót. Én is. A pihenés, amivel pedig elmegy a nap további része. A többség motiválatlan és lusta, és magától nem történik semmi. Ez egy általánosság, igen, ez sajnos ilyen dolog. Azt, hogy valami jár, azt én is utálom, Gordon, mert az életben nem jár semmi. És a munkáért a fizetés jár. A pihenés nem jár érte. Legalábbis, hogyha valaki dolgozott már, akkor tudja. Aquila, köszi szépen, Priv. Ó, köszi szépen az ajánlást. Csitke, köszi szépen a 20 hónapból, de Dalul, karácsonyra kaptam a sogorom Dalul rövidke kis könyvet, az a címe, hogy egy perces menedzsment, ajánlom mindenkinek, aki nem csinál semmit. Ezeket az egy perces menedzsment, ezt tudszok közül, én is olvastam egy párat még annak idején, mert muszáj volt. Hát én nem tartom nagyon sokra őket, de jó gondolatok is vannak benne, az biztos. Farávit, köszi szépen a 8 hónapot, Csengú, köszi szépen, Gorony, sikerélmény, önbizalom, motiváció és a sikerélmény bármekkora lehet, nem kell nagy dologra gondolni. Egyébként nagyon sokan vagytok egyébként itt a chatben is, akik nagyon jó példával szolgáltak már a közösségnek azzal kapcsolatban, hogy mire voltak képesek, akár rövid idő alatt is. Én nagyon örülök ennek egyébként, és nagyon sajnálom, hogyha valaki az amiatt néz negatívan ránk, mert azzal példálózunk, hogy igenis lehet csinálni valamit, ha akartok. Csomó ember így van ezzel, és pontosan ezek ellen az emberek ellen szólok. Ezek a visszahúzó emberek, srácok. Igen. A kibebaszott visszahúzó emberek, undorító faszok. De amúgy a tavalyi év ilyen szempontból, mármint a közösség szempontból, szerintem nagyon jó volt. Nagyon jó volt. Rengeteg sok ember jelezte nekünk, hogy vagy általunk, vagy a közösségben más személy által lett egy motivációja, lett egy hobbija, elért valamit az életben, lett egy olyan sikere, munkát váltott, az életében történt pozitív változás, és én azt látom, hogy összességében az, amit a közösség tett saját magáért 2018-ban, ez valóban egy abszolút pozitív év volt, és abszolút így látom. A negatív embereket pedig el kell engedni, srácok. Nekünk is baromi nehéz, hiszen végül is értitek, nekünk valamilyen szinten még megélhetés is, de el kell engedni a negatív embereket. Ezek mindig ilyenek lesznek, tudjátok. A másiknak azért van több pénze, mert az anyja adott neki. Persze, igen. Azért van jobb munkahelyen, mert protekciós. Azért nőtt magasabbra, mert az édesapja szteroidozik, és majd 30 éves korára meghal. Azért van jobb autója, mert kicsi a farka. Nagyon kicsi. Azért járt belő telefonnal, mert nem volt még nővel. Ezek ilyen dolgok, ilyen hozzáállások, srácok. Ti is nagyon jót ismeritek ezeket az embereket. Azért beszél pozitív dolgokról, mert nekik kurva sok szabad ideje van. Valaki ébreszte már fel ezeket az embereket, de komolyan, hogy hello haver, az élet nem egy olyan bonyolult dolog, amit nem lehet megoldani, vagy megfejteni. Baszta már meg a kurva élet. Ki baszott csak ilyen ember van? És akkor beírja a csehbe valaki, hogy hát ne haragudjatok srácok, de szerintem ez a téma nem jó. Hát haver, ne haragudj, de szerintem meg baszd meg. És mi történt akkor, hogy én ezt mondtam? Az égvilágon semmi. Van még egy paraszt, akit utálsz ezen a világon, a közül a 9 millió közül, akit eddig is utáltál. És én ezt őszintén leszarom. Mert nem tudom, ez a hozzás, ez megőrít. Engem megbolondít, komolyan. Mindenkit zavar valami a társadalomban. Van ember, aki idióta faszopót csinál magából az interneten a petárdázás és kutya téma miatt. Ja, persze. Csináljon, bánja, tököm. Beszéltünk erről a műsor elején. Én ettől bolondulok meg. Ja. Ettől bolondulok meg, hogy valaki egyszerűen képtelen belenézni a tükörbe, és azt mondani, hogy hagyjad már a faszomba a többi embert. Te miért vagy olyan, amilyen? Azzal foglalkozzál. Mindig. Az embernek mindig van hozzászólása mindenhez. Az mindig. A lehető legrosszabb amúgy, igen. Mindig. Valami az mindig van. Kurva anyját. Forstalicska szar. Hát, ezt adjuk. 30 ezer cipőre. Mi vagy te, buzi? Értem? Ja, igen, ez ilyen. Úristen.
hülye kis köcsög. Igen. Neked könnyű, kertes házba laksz. Jó van akkor? Kertes házban laksz. Én nem tudtam, hogy így, érted, én nem vagyok kertes házban, szó sem róla, csak így mondom, hogy így. Az, hogy miből lett leszarom? Ott van már készen, annyi a lényeg. Annyi a lényeg. Jó van, majd én is már iPhone-nal járok, geci, majd a jó megy. Hát kívánom neked, hogy legyen ez az egy cél az életben, bazd meg. Hát ez egy örök probléma, és én csak és kizárólag azért beszélek erről nektek, hogy hát ha valami nagyon kevés embert, egy picit, nem az, hogy áttéríteni át tudunk, mert ez nem egy vallás, érted? Csak egy picit úgy elgondolja a dolgait. Azok közül az emberek közül, akik mindig másra mutogatnak. Ja. Mindig gondoljatok arra, hogy az ember saját magának priorizál. Ez egy nagyon fontos dolog. Azzal töltitek el a napotoknak azt a részét, amit idézőjelben magatokra tudtok fordítani, ami nektek fontos. Legyen ez az üzenet. Ha valaki meg tud állni egy másodperc az életébe, és azt tudja mondani, hogy a semmittevő döglés minden nap az, ami neki fontos, akkor csinálja azt. Ja. Mert akkor én nem szólok bele. Csak mondom, hogy az emberek mindig azt csinálják, ami nekik fontos. Igen. Elméletileg nem. Miért csinálnák azt, vagy másnak az? Nem tudom. Szerintem rossz hozzáállás. Rezsóbe, ez egyáltalán nem igaz egyébként, hogy ez egy magyar betegség, ez nem igaz. Ó, a faszt! Jézusom, de hogy is. Ugyanez van külföldön is, tökre ugyanez. Persze, hogy ugyanez van. Ez hogy egyáltalán nem magyar dolog. Az emberek ezt csinálják, ez a dolguk. Ez az emberek ilyenek, igen. Ezek olyan szinten egy világjelenség ez, hogy ez valami elképesztő. Ez egyáltalán nem magyar szokás. Ez egy világszintű dolog. Emberek, akik leélik úgy az életüket, hogy kész. Úristen, nézzetek már meg, hát most hogy lenne ez egy magyar dolog? Az amerikaiaknál 40 éves betegség a tévébetegség. Semmit nem csinál, ülnek a tévé előtt, azért egész kibaszott kurva nap. Ja. Így telik el az életük. Érted? Ennek semmi köze nincsen Magyarországhoz. Ez nem egy magyar betegség. Mm-mm. Van egy-két magyar betegség. De ez nem az. Falávit köszönjük, hogy Csengú, köszönjük szépen a feladatkozást. Igen, Abu Szavia, én mindig azt fogadom meg minden évben, hogy új helyre megyek. Nagyon helyes. Szabadgombóz, köszönjük szépen a 7 hónapot, Dézsolt, köszönjük szépen a 20 hónapot. Tudjátok, hogy mi a baj? Hogy mindenki arra gondol, hogy minden olyan dolog, amiről én beszélek most, ami miatt nem tudja megcsinálni, ami miatt nincsen ideje, az mind a pénz miatt van. Na, ezt kell elfelejteni a faszomba. Ja. Mert szó sincsen erről. Ez jogos. A legtöbb ember nem olyan dolgokra nem képes, ami pénzbe kerül. Csak mondom. Steven, köszi a fél évet. Köszönjük szépen. Boldog új évet. Leon, az én kameramnál húsvétkor szedték le a karácsony, fák per bűfegyő volt. Nem tudom. Én az a fajta kispolgárpöcsö vagyok, aki olyan lakásban lakik, ahol igenis nagy helyet foglal el, még egy kis karácsonyfa is. Ja. Szerintem olyan, köszi szépen a 20 napot, ma ez közé a 15-öt. 2019-es célom a 26-dik. Zsírbajsz! Aborti, köszi szépen a 3 hónapot. Disneylex, ezek után neked mik az idei évi célkitűzéseid, ami végig húz az éven, és ami nap mint nap kiránt a lustaságból. Disneylex, ez egy rettentő jó kérdés. Köszi szépen! Köszi szépen! Nagyon szépen köszi a támogatást is, hogy nekem mi az, ami kihúz engem az évben? Nos, nézzétek, nekünk ugye rettenetesen sok motivációt adtok ti, nekünk nagyon sok tervünk van idén, amit meg kell csinálnunk, mert nagyon fontosak. Úgyhogy azok abszolút hajtanak. Így előre minket, hogy vajon a sok ötletünkből mennyit tudunk megvalósítani idén, ami nyilván nektek szól. Tehát ez egy nagyon nagy motiváció, ami engem húz, mint a szar. És ez egyébként, hogyha a legkisebb zárójába akarjuk tenni, akkor valójában a saját munkám motivál, vagy nem tudom, hogy mondjam ezt. Tehát az motivál, hogy meglegyen, jobb legyen, fejlődjön, stb. Nekem a célkitűzésem alapvetően az, hogy megpróbálok kedvesebb lenni az emberekkel, de nyugodtabb semmiképp. És nyitottabb sem. Ez jó. Tehát kamuból.
Ez a célkitűzésem, ez motivál engem. Azért, mert egy olyan ajtón kopogtatok nagyon sok esetben, ahol nem lakik senki. Tehát, hogyha valaki, tehát hogy mondjam, én nem vagyok az az ember, aki mondjuk odáig folyamodik, hogy mondjuk kiüssön valakit, mert valaki nem látja, hogy mennyire fasz. És így rájöttem arra, hogy hiába beszél az ember, vagy hiába célozgat, vagy tesz kedves megjegyzést, vagy bármit arra, hogy valaki egyszerűen elvisel. Érted, mit mondok? Jó az. Ügyes vagy. Jól csinálod. Fuck yeah. Ez a jó megoldás. Rájöttem. Azért, mert magamat rombolom vele. És saját magamat abban hagyom, nem fogom elni. De egyébként ez ennyi, de tényleg is. Igaz, szerint akkor... De akkor szeretnéd figyelmen kivagyni ezeket, nem? Mert az lenne a legjobb. Egy feltétlenül, mert az a baj, hogy vannak olyan emberek a környezetemben, tudod, akiket nem tudok figyelmen kivagyni. Jó, persze, de? Az más, az tehát más. Olyan szinten, hogy most mit tudom én, társaságban van, vagy valami hasonló, és egyszerűen muszáj kontaktálni. Mert ez ilyen, mert leszarod, azt nem találkozol vele. Persze. De muszáj, és inkább tudod, így mantrázod. Uh-huh. Jó van az. Érted? Úgy csinálsz, mint tudod, a bolondok. Mikor mond valami olyat, amit semmi gond. Habó! És így elmúlik, érdekel. Na mindegy, hogy de miért jó az, ha nem vagyok őszinte, de én veletek mindig őszinte leszek. De ennyi. Érted, ez ilyen dolog. Magamat nem fogom enni. Az a baj, túlságosan sokat ettem magam 2018-ban más fasságán. Pedig nekem is elég fasságom van. Majd rágom magam amiatt. Zsiráf, sziasztok, srácok! Pont ezért nem is lehet elmenni az edzőterembe január-február környékén, mert tele van az újévi fogadalmas emberekkel. Ilyenkor szigorúan kardió, bringa, szoba és futás termen kívül. Ó, ne is mondd, haver, ne is mondd. Én ezért mondtam azt, hogy kis dolgokat, pici dolgokat. Zsiráf, hogyha egy 80 kilós ember elhatározza, hogy ő 60 lesz, és január 2-án elmegy edzőterembe, akkor ő február 2-án akar 60 kiló lenni. Ezért már február, vagy január 5-én abba hagyja az edzőterembe járást. Mert rájön, hogy ez így csinálni kéne sokat. A kurva életbe. Azokkal hagyjál is. Gondolj, én azt látom, hogy ha tudsz jó példát mondhatni az embereknek, akkor elkezdheted a motiváció, legtöbb ember nem lát mintát arra, hogy is kéne kitörni a hétköznapokból, a család, rokonok, barátok visszahúzásáról ne is beszéljünk. Nagyon sok esetben van így, Gordó, hogy a visszahúzó emberek azok, akik miatt nagyon sokan nem tudnak átesni, úgymond azon a holtponton. A kedvenc szavam, az én életem jelmondata is egyébként, minek? Minek? Arra gondoltam, hogy futni kezdek. Minek? Hát, hogy lefagyjak. Attól nem fogsz lefagyni. Hát akkor, hogy így, akkor csak erősödni akarok. Azt mondják. Végül is. Igaz. Ez. Mi a fasznak? Van ilyen. Sok visszahúzó ember van. Szerintem én úgy ösztem le a lustaságot és a hitegetést, hogy amikor kurvára nincs kedvem hozzá például elmenni futni, csak azért is elmegyek, mert akarom, így nem húzom az időt, hogy jaj, majd egyszer, hanem belecsapok a lecsóba és kész. Ez egy nagyon jó hozzáállás, Szerintem. És tudjátok, hogy van egy ilyen dolog ebben. Ha eltározzátok, hogy péntek reggel le fogtok menni futni, majd péntek reggel felkeltek a munka előtt, korábban. Menni kell dolgozni. Faszomat! Érted? Én aludtam volna egy órát! Visszaalszok a faszomba! Annyit mondok, én nem kárhoztatok senkit, aki visszaalszik inkább, és azt mondja, hogy faszom a futásba, ehhez nekem nincsen kedvem. De egy dolog levegjen mindig a szemetek előtt, ha mégis lementek futni, senki nem fog meghalni. Senki sem fog megsérülni. Nem lesz sokkal rosszabb a napotok. Nem tűnik el örökre a nap az égről. Csak úgy, hogy lesz. És most így. És hogyha nagyon rossz, majd holnap nem csinálod. De senkinek nem fog baj esni. Nyugi. Just a Dori, azt hiszem, boldog új évet. Én személy szerint teljesen egyetetek azzal, amiket mondok, és úgy gondolom, hogy valaki képes azt mondani, hogy nem történik vele semmi, ott már van gond, meg amúgy is, itt a csatornán se történt semmi 2018-ban sem. Többek között Just a Dori, ezért is egy szállóige, vagy egy mém itt a csatornán az, hogy nincs tartalom. Így van. Csabel fejközi szépen a 13 hónapot, nagyon szépen köszönjük. Dungáj, kicsit furcsa volt nekem hallani ezt a hát, most kezdi ismét
rendeződni az életem, ismét elkezdtem sportolni, barátnő is összejött, és annyi VR-t nézek, mint még soha. Hát örülök neki dungálja, hogy jól tök alakul jó. Az élet. De gondolom nem azért alakul úgy az élet, meg nem azért rendeződik, mert nincs semmit. Antisztetikus, köszi szépen a 25 hónapot. Bűzelt, jó reggelt! Nekem eddig jobb éven volt a 2018-as párkapcsolat, család, sport és suli szempontjából is. Köszi a sok tartalmat. Örülök, hogy van kivétel, bűzőszeret. Ennez meg köszönjük szépen a feliratkozást. Robo Bence, én a Katibéle féle motivációs zenéket ajánlom az előbb elhangzottakhoz. Köszi. Tárul, ha lehet még ilyesmit ajánlani, akkor Feldmár András, Tudatállapotok szivárványa című előadása, valamint Van-e élet a halál előtt című dokumentumfilme, elég beszédes cím, bárkit rádöbbent arra, hogy nincs elvesztegetni való időnk, hajrá mindenkinek. Így van, tanár úr, és akármennyire fájdalmas valakinek hallani ezt, ezeket a dolgokat, hadd hallja, mert muszáj. Muszáj. Vigyen, köszönjük szépen. Trickózottja, köszönjük szépen a feladatkozást. Gyeni, hogy valami pozitívat is mondjak, Proton. Plaszbor, generációs nevezetési probléma, hogy a munkát szükséges rossznak éljük meg, ezért nem hiszük el, hogy képesek lennénk abból is megélni, amit nagyon szeretünk, mert az ingyen is csinálnánk. Igenis jó téma motiváció, mert ez viszi előre minket. Így van, Plaszbor, illetve hidd el nekem, hogy nagyon sokan meg tudnak találni a kihívást abban, amit most csinálnak. Nem mindenki, de sokan meg tudnak találni a kihívást abban, amit most csinálnak. Antal, sziasztok, én elhatároztam, hogy ez a cigiről egyik napra a másikra fél éve nem gyűjtöttem rá. Na, ez szép. Antal, ez egy nagyon-nagyon szép eredmény. Nagyon faszta akaraterőd van. Én örülök neki. És ez egy zsír dolog. Ja, és ezt nem is lehet másképp csinálni. Szép. Nekem is ez a véleményem. Balázs, ezeket az embereket mindenkinek kerülnie kell. Az a fájdalmas ebben, hogy van egy kör az emberek körül, ahol mindenki visszaigazolja ezt. Szar az élet, XY a hülye, és nem én, stb. És mindenki a társaságban bólogat, hogy ja, így van. Na, ők azok az emberek, akik ugyanakkor a szarfejek, és ezért lehúznak vissza, hogy te se haladj előrébb az életben. Misery Loves Company. Ó, bizony. Erre vannak a közösségi platformok. A legjobb a Facebookban. Megállíthatatlan. Szar az élet, kérdőjel. Igen, nagyon szar! Keci! 300 ismerősöm van. 140 like. Az élet tényleg szar. A kurva életben tudtam! Imádom a közösségi platformokat, legjobb. Andris, tavaly elkezdtem az életmódváltást. Kajamozgás, szabadidő, hasznosabb eltöltése, részben a ti akciótok után, és sikerült is váltanom. Az idei célom, hogy ezt folytassam, és valamivel jobban odafigyeljek a kajára. Andris, GG. Hajrá. Super Brutal Action Figure X. Köszönjük szépen a feliratkozást. Szóval értitek, ne tudjátok benzetni a dolgoknak. Szarjunk a világba, van mit csinálni, az a lényeg. Na, de a lényeg. A fő lényeg. Ezzel indul a retro hónap. Elmondtuk, igen, hogy nem sok játék lesz a retro hónapban ebben a hónapban, mert több... Tehát sok dolgunk is van, de amiket elmondtunk, hogy lesznek, azok valószínűleg lesznek, igyekszünk velük. Ma! Doom 1. Ugye az 1993-as Doom, nem győzöm hangsúlyozni, azoknak, akiket érdekel ez a játék, mármint meg maga a stream, tehát az 1993-as Doom-ot fogjuk játszani, mm-hmm. Ez azt jelenti, hogy a negyedik chapter nem lesz benne, tehát az E4 nincsen benne, tehát csak az epizód 1, 2, 3, tehát az Inferno-val véget fog érni a stream, mármint nem a stream, a Doom, a Doom 1 nekünk, mert ugye úgy volt gyakorlatilag vége. Közben majd beszélgetünk a Doomról, meg minden. Én tudjátok, nagy rajongója vagyok alapvetően a játéknak. Olvastam végig a Masters of Doom-ot, láttam a dokumentumfilmet. Tudunk majd beszélgetni érdekes dolgokról a Doom kapcsán, hogyha kíváncsiak vagytok rá. Ami nagyon fontos, és akit érdekel, nem fogunk cheatelni a játékban. Ultraviolence nehézségi fokozaton fogjuk játszani, ami a majdnem a legnehezebb, ugye 5 nehézségi fokozat van, ha jól tudom, és ez a negyedik nehézségi fokozat. Nightmare-en azért nem játsszuk, mert az már a not fair kategória. Úgyhogy Ultraviolence az arany út, ami felé menni kell, így nehéz lesz, meglátjátok. Annyi változtatás lesz az eredeti Doomhoz képest, hogy nem a DOSBox-os verziót fogjuk játszani, hanem ugye a Good Old Games verziójú Ultimate Doom-ot fogjuk játszani, GZ Doom moddal, ami annyit tesz, hogy Free Mouse Look lesz benne, mert egérrel játszunk a Doom-ot, ahogy John Romero mondta, mert hogy ő már a Wolfenstein 3D-nál is azt mondta, hogy aki egérrel játszik, hogy... Na mindegy. Úgyhogy Free Mouse Look-kal fogjuk játszani,
1440p-ben. Yes. 144 Hz-zel. Rohadt jó. De meglátjátok, olyan lesz, mint a régi, csak hogy streamen keresztül is átjöjjön, ezért így fog menni. Úgyhogy ez lesz a cél, meglátjátok, nagyon baszó lesz. Mocsok jól néz ki egyébként ugye a játék. Nem ígérek 100% secret, 100% completion-t, de megpróbáljuk végigjátszani ultraviolence-en. Oké? Okay? Délután 2-től jövünk. Sokan fogjátok megvenni a Doom 1-et. Fasza lesz. Ennyit tudok garantálni. Úristen! Amaran! Das Retroflexus! Köszi szépen a három hónapot, és Zox, neked is köszi szépen! Köszi szépen, hogy itt voltatok! Retro hónap, mondom, start, délután Doom kezdődik, srácok! Meglátjuk, hogy milyen lesz, akit elti játszom velem. Aztán mindenkinek sok sikert idénre. Így van. És ott van. Crash folytatás nem lesz? Na, szevasztok! Szevasztok!